Szép jó napot kívánok mindenkinek! A rendezők nevében szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a mögöttünk lévő vendégeinket, és természetesen a csapatokat is köszöntöm, hiszen ma egy nagy feladatot vár ránk, mégpedig versenyezni fogunk az idén nyitó disznótor keretein belül, mégpedig töltött káposztával, friss kolbásszal, fogópálinkával, süteménnyel, és van egy új, mégpedig a savanyúság. Úgyhogy mindenkinek kívánok a mai napra kellemes időtöltést és jó munkát. Hajrá! Nagy szeretettel köszöntünk mi is mindnyájan. Aki köszöntötte önöket, Závoda Ferenc, a házigazda. Szeretném bemutatni kedves vendégeinket, nagy örömünkre szolgál, hogy közöttünk lehet Farkas Sándor miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár. Dr. Cseh Tibor, a Magos főtitkára. Babák Mihály, Szarvasváros polgármestere. Kozsuk Kornél, Békés vármegye Agrárkamara elnöke. Brlázs Róbert, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Békés vármegye területi vezetője, Orosháza térségek gazdakör elnöke. Igen, itt van közöttünk, de feladata van. És nagy örömünkre szolgál, mert ő mindig szívén viseli a sorsunkat. Települések polgármesterei közöttünk lehet, nagy örömünkre szolgál, Örménykútról Bohrát Marika, Kardosról Brlázs János, aki nem érkezett meg, de siet, és itt lesz közöttünk. Robikám, gyere föl, gyere, légy szíves. Árpád Halombor, Vágó Miklós, aki a munkálatokat végzi, gondolom. És közöttünk lehet Gyula alpolgármestere, Kónya István. Továbbá Hodálik Pál, Békés vármegye önkormányzat képviselője, térségi tanácsnoka. A zsűrit később fogom bemutatni. Most arra fogom kérni Farkas Sándort, hogy ha gondolatai vannak, mondja el és ossza meg velünk. Most már én is felteltem a kérdést, hogy vannak-e gondolataim. Természetesen jó napot kívánok, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon köszönöm, hogy itt együtt lehetek a régió barátaimmal, polgármesterekkel, gazdaköri vezetőkkel, kamarai vezetőkkel és önökkel, akik ennek a versenynek a résztvevői és aktív szereplői. Nem először vagyunk együtt itt Szarvason. Nekem a szívem, talán mondhatnám azt, hogy a második városomnak tekintem ezt a települést. Én ugye szomszédból Szentesről jöttem és ott élek, de az életem egy részét fiatal koromban itt töltöttem a Szarvasi Főiskolán, ami meghatározta az egész életemet, meghatározta az egész gondolkodásmódomat, mivel nagyszerű emberekkel, nagyszerű pedagógusokkal, tanárokkal, gazdákkal, gazdaemberekkel hozott össze akkora sors, és azt hiszem, hogy ez az indítatás is sokat jelentett ahhoz, hogy ma is együtt lehessünk. Szarvas az nekem mindig, ahogy előbb is említettem, a szívem csücske, és nagyon örülök, hogy együtt lehetünk.
és főleg akkor, amikor ilyen nagyszerű rendezvénynek vagyunk a részesei, amikor hagyományokat ápolunk, amikor azt a kultúrát, azt a nagyszerű kultúrát, amit paraszti kultúrának hívunk, az ételekkel, a szokásokkal, azzal a millióval, ami bennünket életben tart. Azt hiszem ez a legjelentősebb. Most ebben az összekúszálódott világban, amiben élünk, nem is győzünk kapkodni a fejünket, hogy mi történik a világban. De milyen jó egy ilyen nap, mint itt ma Szarvason lenni. Milyen jó egy ilyen pillanat, ez a pár óra hossza, amikor ebből a borzasztó világból kiszabadulnak a gondolataink, együtt tudunk lenni, találkozni ismerősökkel, barátokkal, és jó hangulatba eltölteni ezt az időszakot, amikor mosoly van az emberek arcán, amikor jól érzik magukat, nem csak a pálinka miatt, hanem egyébként is öröm ételt készíteni. Az egyik legnagyobb öröm, amikor közösségbe tudunk ételt készíteni, amikor ezt a közösséget össze tudjuk kovácsolni, össze tudunk tapadni, meg tudjuk teremteni azt az ízvilágot, amit a hagyományok is számunkra nyújtanak. Én azt kívánom önöknek, a szervezőknek és mindenkinek, hogy ezt a nagyszerű eseményt, ami már, ha jól látom, 17. alkalommal kerül megrendezésre, folytassák, mert nagyon nagy szüksége van minden magyar vidéken élő embernek ezekre a találkozásokra, ezekre a programokra. Kívánom azt, hogy még sokszor találkozzunk, érezzék jól magukat, főzzenek finomakat, süssenek finomakat, és majd a zsűri majd biztos dönteni fog, de ne azzal foglalkozzanak. A zsűri az nem érdekes, elnézést kérek a zsűri tagjaitól. Az önök saját véleménye a legfontosabb, hogy önök azt, amikor szívből elkészítik ezeket az ételeket, és ízleni fog már pedig, miért ne ízlene, ez a legnagyobb elismerés mindannyiunk számára, mikor egy tálcán, egy tálon meg tudjuk kínálni barátainkat, ismerőseinket, és így szerintem nem csak a megkínálás, hanem ennek a nagyszerű eseménynek a végeredménye, igaz, hogy zsűrizni fognak, de mégis az önök eredménye, az önök nagyszerű alkotása. Én ehhez kívánok mindenkinek kitartást itt az elkövetkezendő órákra, gondos ételkészítést, és azt, hogy minél többször találkozhassunk ilyen alkalommal, mert ez a legfontosabb, még egyszer említem, együtt lenni, barátokkal lenni, jól érezni magunkat, és nem utolsó sorban ezt a nagyhegyszerű hagyományt ápolni. Ettől vagyunk magyarok, ettől vagyunk vidéki emberek, és most túlzás nélkül merem mondani, a legértékesebbek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, drága miniszter helyettes úr, és kívánom, hogy legyünk sokáig a szíve csücskei. A szép szavak jól esnek, bátorítanak. Itt van egy nagyon kedves vendégünk Budapestről, dr. Cseh Tibor, a MAGOSZ főtitkára. Elhozta üzenetét, bátorító szavait, és őt kérem meg, hogy köszöntő beszédével köszöntse önöket. Tisztelt hölgyeim és uraim! Először is köszönöm, hogy itt lehetek idén önökkel, mert itt nem csak barátságos emberek vannak, hanem remek ízek, kiváló ételek is. Én azt vallom, hogy egyébként az országban az egyik legfinomabb konyha az itt van, Békés megyében, ezt minden évben tudom tapasztalni. Mert hogyha belegondolunk, nekünk magyaroknak mennyire fontos az étkezés, saját hasunk, ha egy kicsit Nyugat-Európába vándorlunk, vagy elmegyünk arra és bevegyünk egy boltba, egy dolog nagyon feltűnő, hogy nem látunk belsőségeket, nem látunk szívet, májat, vesét, nem lehet ilyeneket venni, hurkát nem lehet venni, szalonnát nem lehet venni, tőkehúsból rengeteg van, Dunát lehet szalasztani, de ezek a belsőségek nincsenek. Hozzám sokkal inkább a kínai szemlélet áll közelebb, sajnos nem voltam még Kínában, nagyon sokat hallottam róla, hogy Kínában például a disznóköröm az gyakran drágább, mint egyébként a sertésnek a tőke része, tehát az érdemű része, és azt mondják a kínaiak, hogy az ízeket igazán a zsírok közvetítik. Én magamhoz ez áll igazán közel, és egy ilyen rendezvényen tudjuk azt tapasztalni, hogy ez tényleg így van. De hogy miért is fontos nekünk a mezőgazdaság, és nem csak az élelmiszer előállítás, hanem a mezőgazdaság is, talán kevesen tudják a számokat, hogy Európában egy sangsorban mindenképp élen állunk, az pedig, hogy az ország területének mekkora hányadát adják a termőföldre.
És mi Európában szinte vezetők vagyunk, dobogósok vagyunk, mert nálunk az ország területének közel 80%-a az termőföld. Hatalmas potenciál van bennünk, ilyen rendezvények, mint itt Szarvason is. Talán vannak Németországban, meg Franciaországban is, de azt gondolom, hogy ilyen súlya nekünk magyaroknak van. Ebben azt tudom mondani, hogy szinte világ elsők vagyunk. Ahogy azt tudom mondani, hogy abban is világ elsők vagyunk, vagy legalábbis az élbolyban, hogy mennyire szeretjük a kolbászt, de abban, hogy a töltött káposztában elsők vagyunk, abban egészen biztos vagyok. De úgyhogy azt tudom mondani, hogy akik most a kolbászt töltik, a hurkát töltik, a töltött káposztát főzik, önök világsztárok, gratulálok ehhez, és folytassák ezt a hagyományt. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen fennkölt szavakat! Lejjebb állítom, mert a nagy ember után meg kell szólítanom városunk polgármesterét, a másik házigazdánkat. Üdvözölje önöket! Szép napot kívánok kedves mindannyiunknak, és köszöntöm vendégeinket, különösen az agráriumhoz tartozó vezetőket, hisz fontosak számunkra. Először is a köszönet mellett és üdvözlés mellett hadd mondjam el, hogy a hagyományőrző gazdák 17. alkalommal rendezik meg nekünk. Iszonyú munka, hogy engedjék meg, megköszönjem Závoda Ferencnek is. Hát ezüstszőlőnek, mert sokan dolgoznak azért, hogy ma szép napunk legyen. Hálás vagyok nekik, és tegyék a dolgokat továbbra is. És amit talán ebben a városban keveset mondunk, mi végtére is parasztok vagyunk. Nem a sértés szintjén is ez a szó, ez nagyon szép szó. Mi a földből éltünk, és az imént is szó esett arról, hogy Magyarországnak a földjének nagy jelentőt, nagy százalékát mi agrártermeléssel használjuk. Épp ezért vagyunk biztonságban, mert szeretjük a biztonságot, ha van földünk, van termésünk, akkor van ennivalónk és van megélhetésünk. Úgyhogy a mai naphoz is az kell, hogy legyen megfelelő ennivalónk, legyen innivalónk, legyen mellé egészségünk, meg jó kedvünk. Úgyhogy sokat nem kell ezzel vergődni, és szép napunk lesz ma is. Kedves miniszterhelyettes úr, kérem, hogy vigye el Szarvasra azt az üzenetet, hogy jó az irány, védjük meg magunkat, mert a világ megbolondult és Európa is megbolondult. Itt mindenféle génmanipulált terméket hoznak, akarnak behozni meg ilyen fertőzött, sugárfány szennyezett területről, csirkét, búzát, meg minden csodát. Nekünk ez nem kell. Nekünk kell az egészséges magyar élelmiszer. Kell az, amit az öregeink csináltak annak idején, a jó disznótól, az egészséges csirke, tojás, és hadd ne soroljam még, mert az imént is szó esett. Nekünk nem kell ebből a világból, amit ők terveznek, nem kell a genderből, nem kell a migránsból, mi meg vagyunk itt, ez a mi földünk, milyen akarjuk, hogy legyen, és maradjon is sokáig. Mi unokákat akarunk nevelni, gyerekeket, és jövőt építeni. És védjük meg ezt az országot, nem érdekel mások háborúja, minket pont elégszer megtiportak a háborúk, meg a nagyhatalmak, ezért vagyunk ilyen kicsik, de nagyon erősek. Úgyhogy tartsuk meg mindazt, mert maradunk konzervatívok, keresztények és konzervatívok, és polgári viselkedésűek, úgy, mint Gyula és Szarvas, és köszöntöm Gyula alpolgármesterét, mert tudják, Békés megyében 7 település van, ami nagyon rokon. Sokszor összeköt minket ez Gyula és Szarvas. Úgyhogy köszöntöm Gyula város polgárait is, és miniszterhelyettes úr, adja át a miniszter úrnak és a miniszterelnöknek, hogy ezt az irányt tartsák, mert Magyarországon nekünk, itt magyaroknak biztonság kell, megélhetés, egészség és jó étel, ital, és maradjunk továbbra is magyarok. Milyen tisztelt hölgyeim is, valami jó szórakozást kívánok a mai napra. A verseny az persze fontos, de tudják azt, hogy együtt vagyunk, annál fontosabb nincsen. Még egyszer minden jót, kedves szarvasiak, kedves vendégeink, örülök, hogy itt vannak velünk. Igen, ez a lényeg, hogy együtt vagyunk. Köszönjük a szép szavakat. És nagyon sok gazda van itt, és aki a Békés megyei gazdákkal közvetlen törődik. Közöttünk lehet Kossuth Kornél, a Békésvár megye agrárkamara elnöke. Ő is szólna egy pár szót önökhöz. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelentet. Nagyon fontos ez számunkra, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számára is, hogy ilyen rendezvényeken részt vegyünk, és a magyar alapanyagból
hagyományos módon elkészített ételeket, ételeinket népszerűsítsük és propagáljuk. Fölkerült is szóban az előbb, hogy ázsiai ízeknél nagyon sok közös megjelenésünk van. Hát a töltött káposzta is hasonló. Ugye ázsiai ízvilágban a sushi, ahol a rizst és valamilyen halat betekernek a noriba, az algalapba, nálunk a töltött káposzta. A rizs, a sertéshús és a káposztába betekerve szintén a hasonlóságot mutatja, és ezt minden egyes térségben, ahol töltött káposztát készítünk hazánkban, mondhatjuk azt, hogy másképp készítik el, ugyanúgy, mint az ázsiaiak a sushit. Hogyha nyírségben fogyasztunk töltött káposztát, paprika nélkül, fokhagyma nélkül, sokkal kisebb töltelékekkel készítik, nálunk itt Békésvár megyében, Szarvason és térségében paprikával, fokhagymával, kicsi köménymaggal, szinte mondhatjuk azt, hogy kolbászhússal töltjük a szalonnát, a káposztát. Nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy Békés megyében ténylegesen ezt népszerűsítsük, és a hagyományokra támaszkodva az ilyen rendezvényeken elismerjük a jelenlétet, és mi is segítsük ezzel a munkákat. Nagyon szépen köszönöm, hogy szólhattam, és itt lehetek önökkel. További jó munkát, jó egészséget, és jövőre is találkozzunk ugyanúgy, ugyanitt egy év múlva. Köszönöm szépen. És muszáj, hogy ide hívjam a mikrofonhoz, nagy örömünkre, hogy először itt lehet velünk Gyulát képviselő, Gyula alpolgármestere, Hónya István. Szóljál valamit hozzánk. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, miniszter helyettes urat, polgármester urat, a kedves vendégeket. Nagyon sok mindenben párhuzam vonható Gyula és Szarvas városa között. Ahogy polgármester úr is említette, valahol a történelmünk ízig-vérig összefor. De a történelmünk mellett azért van jó néhány olyan aspektus, ami valóban összeköti ezt a két csodálatosan szép várost. Melyek ezek? Kezdeném nagyon röviden a turizmus. Hiszen Szarvas Békés vármegyénknek a nyugati turisztikai kapuja, Gyula városa Békés vármegyénknek a keleti turisztikai kapuja. Ez az egyik nagyon fontos aspektus. Lehet látni, hogy Szarvason is dinamikusan fejlődik a turizmus, dinamikusan fejlődik a szolgáltatás, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó. A másik a gasztronómia. Azért, hölgyek és urak, azt gondolom, hogy Békés vármegyében, Szarvas és térségében, de különösen is Szarvason, rendkívül finom a kolbász. És azért valljuk meg őszintén, Gyulán is rendkívül finom a kolbász, hiszen a gyulai kolbász az a hungarikumok gyűjteményében megtalálható. És ami a harmadik, és szintén nagyon fontos, az emberek, a közösség. Mind a két város polgárai lokálpatrióták, mind a két város polgárai azért dolgoznak nap mint nap, hogy szeretett városuk, szeretett térségük fejlődjön. Nem csak szellemileg, hanem az épített és a természeti kultúra területén. Én azt kívánom kedves mindnyájuknak, hogy ebben a néhány órában a gasztronómia területén is Szarvas és Gyula, vagy Gyula és Szarvas egyre szorosabban fűzze a kapcsolatot, és kedves Závoda Feri képviselő társam, drága barátomnak mondom, aki éppen Erikával oszt meg rendkívül fontos információkat, hogy Ferikém, azt szeretném kérni, hogy az elkövetkezendő években se feledkezzetek meg Gyula városáról és a gyulai csapatról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hajrá Szarvas, hajrá Gyula! Azért Erika elmondta, hogy először van itt, hát nem először van itt, hanem már másodjára. Igen. Kaptunk a léleknek, a szívnek olyan erősítő mondatokat, amire sok embernek szüksége van, de adjunk a gyomornak is igazi lélekerőt. Itt lehet közöttünk Sági Szilárd, a zsűri elnöke, és bemutatom a zsűri tagjait. Köztünk lehet Urbán Ildikó, mestercukrász, Szarvas leghíresebb cukrászda. Gécs László, a gasztronómia utazó nagykövete. Köztünk van Tomaszowski, Toma András. Igen. Akik tegnap óta nem esznek,
éhesek, és bízunk benne, hogy igazságosan fognak dönteni. Önök tegyenek meg mindent, hogy elkápráztassák, elvarazsolják a zsűrit. Most megkérem Sági Szilárdot, hogy köszöntse önöket, és mondjon el néhány útmutatót. Köszönöm, köszönöm a sok kedves és bátorító szó után jövök én. Egy kis csendet kérnék, jó, mert nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Mindenkinek jó főzést kívánok, én már szerintem már több mint 10 éve járok ide, mindenkit ismerek. Tegye fel a kezét az a csapat, aki most először van itt. Nincs ilyen, akkor tudjátok, ott van, jó. Hozzátok, oda megyek személyesen, és elmondom, hogy a zsűri mi szerint bírál, illetve mik a követelményeink. Mindenkinek nagyon jó főzőcskézést kívánok, és nem fogok sokáig beszélni, mert hogy nagyon várom már az első fogó pálinkát. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, és jó főzést még egyszer! Köszönjük szépen! Mielőtt az legutolsó mozzanatot bekonferálnám, a mai nap hangulatát a Vajdaságból a Maraton zenekar fogja szolgáltatni, akik késéssel, de megérkeztek, a határnál levő körülmények így engedték meg. Nagy tapssal köszöntsük őket, hogy adjunk nekik erőt. És nekünk is, hogy feszültség nélkül kibírtuk. Most pedig meg fogom kérni Hodálik Pált, Békés Vármegye önkormányzat képviselőjét, térségi tanácsnokot, hogy jó szokás szerint, ahogy ez disznótorkor szokás, mondja el pohárköszöntőjét, és mindenki emelje föl a poharát, hogy itt a csarnokban egyszerre kocincsunk, és egyszerre ígyunk. Palikám, gyere, légy szíves! Köszönöm szépen, kezicsókolom, szép javot kívánok önöknek. Egy rendezvény nagyságát mindig abban lehet mérni, hogy mennyi politikus áll a színpadon. Láthatják, hogy ez ma egy kiemelten fontos rendezvény, hiszen sokan vagyunk itt. És még jobban lehet mérni, hogy mennyire fontos ez a rendezvény az adott embernek, hogy mennyire készül rá. Úgyhogy amikor megkaptam a felkérés Závoda Feri fesztivál igazgató úrtól, akkor tegnap este egy jó szilva pálinka mellett nekiálltam valamiféle rigmust faragni. Úgyhogy idézném, amit sikerült összehozni. Pohárköszöntő Kántor Zsolt barátom emlékére, Pujó János barátom ihletésére. Szerencsés jó napot az Úristen adjon, a fesztiválozó népre áldása áradjon. Ma hajnalban alig virrat reggel, midőn a disznóölésnek nekiálltunk-e szép sereggel. Elétek került így a disznónak apraja s nagyja, a kolbászba kerüljön aztán minden darabja. A felétek járó vendéget jó szívvel fogadjátok, pálinkával aztán jól megitassátok. Ám de az ésszel és a késsel jól sáfárkodjatok, mindenféle testi megméretetéstől óvakodjatok. Arra igyon most mindenki, amire én mondom. Ma estére sútba vágom minden bajom, gondom. Kedves egészségünkre! Köszönjük szépen, és akkor kocintás mindenki, ha még eddig nem ivott. Érezze jól magát mindenki, emlékeztetőnek csak el szeretném mondani, hogy a benevezés lehet töltött káposztával, friss kolbásszal, fogópálinkával, disznótoros süteménnyel, savanyúsággal, és természetesen a nap fénypontja a Kolbász Király címért az öreg száraz kolbásszal. Kedves egészségedre, drága polgármester! Úgyhogy minél többen neveznek, érdemes lesz a zsűri kész a munkára értékes díjakat, jó hangulattal, jó szórakozás és jó főzés kívánok! Ich sage dir, ticket, ticket, muss ich wahr. Ich bin morgen am Nemzeti, wo der Hohle Hoffnung schmeckt. Doch lass wieder mal, lass ein Hundchen am Arm. Ich sage dir, ticket, ticket, muss ich wahr.
se mondjon-e már, hiszen egy picitve, picitve mozikál. Hétem a vágon a nemzeti nép, ott, ahol a hatos megáll. Alpolgármester, elmondani egy pár szóban, hogy mivel készülnek a mai napra? Igen, talán meglepő, hogy ilyen sok paprika és paradicsom van itt előttünk, ugyanis egy különleges töltött káposztával készülünk, lecsós töltött káposztával, aminek egyrészt a lényege az, hogy lecsós szőnyegen lesz feltálalva a töltött káposztán, másrészt pedig az, hogy egy kis lecsó íz fog szerepelni majd a töltelékben. Nagyon bízunk benne, hogy a zsűri ízlését is eltaláljuk, és egy rendkívül jó helyezést fogunk elérni, de egyébként ennél sokkal, de sokkal fontosabb az, hogy itt lehetünk Szarvason, itt lehetünk a barátainkkal, és egy közös élményt tudunk együtt eltölteni ezen a szombat délelőtt, kora délután. A lecsós töltött káposzta Gyulán és környékén hagyományos ételnek számít, vagy különlegesség? Nem hagyományos. Ugye, aki paradicsommal készíti a töltött káposztát, az általában nyírségi rész. Mi ezt egy versenyen kísérleteztük ki, hogyha lehet így mondani, és mivel tudjuk, hogy egy verseny mindig a különlegességek is számítanak természetesen a hagyományos ízek mellett, ezért gondoltuk azt, hogy elkészítjük azt a versenyételt, amivel egyszer már második helyezett ért el ez a fantasztikus kis csapat. Főzésidő az hasonló a hagyományos töltött? Igen, hasonló. Annyi nyilván a különbség, hogy egy külön bográsban elkészítjük a lecsót, és azt pürésíteni fogjuk, és a másik bográsban pedig készül ugye a töltött káposzta, és ezzel a lecsós öntettel lesz majd, lehet azt mondani, felöntve a töltött káposzta, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy főzéskor ugye vizet igényel, nedvességet igényel, tehát ami még nagyon fontos, és talán ez adja a pikantériáját a mi töltött káposztánknak, hogy egy egész főtt csülök lesz beletéve, és az, hogy mi kerül még bele, az szakmai titok, de a fő csülök az, azt gondolom, hogy mindenki talán már a szájában is érzi a csülök és a töltött káposztának a vegyes ízét, az csak jó lehet. Hány fő részére készítik ezt az ételt? Hány alaknak jól belőle ma? 4 kiló káposztával készültünk, úgyhogy azt gondolom, hogy elég sok embernek jut majd. Nem kicsiben gondolkodtunk természetesen. Milyen eredményt várnak? Azt gondolom, hogy már az egy óriási eredmény, hogy itt lehetünk. Ha az első ötben benne vagyunk, akkor én azt egy sikernek könyvelem el, és azt gondolom, hogy a csapatom, hogyha ízlik a csapatnak az általunk elkészített, közösen elkészített étel, akkor már nyertünk. De én azt gondolom, hogy itt mindenki nyert azzal, hogy itt lehet ezen a fantasztikus megmérettetésen, eseményen. Ja, és természetesen, ami nagyon fontos, nem maradhat ki a főzésből a megfelelő pH érték, mert hogy ha megnézi valaki a hátunkat, pH érték van, tehát a helyes pH érték beállítása fontos minden egyes főzőverseny. Egyébként a pH érték az a polgármesteri hivatal érték csapata, úgyhogy kedves egészségükre a szarvasiaknak és mindazoknak, akik nézik ezt a felvételt. Isten éltesse Szarvast, Isten éltesse a közösségeinket. Mester, ahogy látom, kolbász fogok készíteni, lehet az életítésről. A szakemberünk ízesítik, Attila. Na, akkor ezt így viszem. Attila nyilatkozik, hosszú. Titok. A sárgát elvisszük. De paprika van benne, só, kömény van, fokhagyma, meg fokhagyma. Meg egy kis porcukor. Milyen helyezést vár? Első helyezés. Eddig a legjobb helyezésünk egy harmadik hely volt. Majd meglátjuk. A lényeg az, hogy meg tudjuk kóstolni délbe. Meg jól lakjunk. Igen, és mi fog készülni? Töltött káposzta.
Andiból? Andiból? Nagyon szép a díszítés. Kifény is. Déváról, Déváról, Romániából, Déváról vagyunk. Egy megyébe talán. Hunyad megye. Magas Déva váráról a hallottatok, ott van Déva, Magas Déva vár a könyves keleme. Milyen inspirálóan készítettük a mai idén nyitót, amennyire más, mint az itteni Békés megyei? Hát én szerintem valahol ugyanott vagyunk, mert az ízeket szeretnénk eltalálni, de azért megvan nekünk a külön receptünk és a titkunk, úgyhogy azt nem tudjuk elárulni, de ha megkóstolják, biztos a legfinomabb lesz. Milyen eredményt vártok? Elsőt, hát nem is gondolkozunk, hogy ne nyerjünk. Csináltuk meg a töltött káposztát, igazi csapatmunka volt, tegnap ezen dolgoztunk, hogy előkészítettük a töltött káposztát, és utána itt, hogy felszolgáljuk a nagyon finom helyi kardosi töltött káposztát, nagyon sokat dob rajta a piros paprika, ami meg a helyi disznóból vágott hús, és nagyon, reméljük, hogy nagyon fog ízleni a zsűrinek is, meg mindenkinek, aki megkóstolja majd. Hány törterékkel készültetek? Hú, hát ezt így nem tudom megmondani. 8 kg húsból csináltuk, hát reméljük, hogy sok lesz, sok mindenkinek lesz az egészségére. Milyen helyezést vártok? Hát, reméljük, hogy első. Örülnénk valami helyezésnek, de reméljük, hogy első helyezettek leszünk. Hát körülbelül egy olyan 35-40 tölteléket tudunk csinálni a húsból. Hát különlegesség nincsen benne, ez egy hagyományos töltött káposzta. Ahogy elsők szeretnénk lenni. Én csak először vagyok itt a rendezvényen, az iskola égisze zászlaj alatt.
Igazán egy alternatív káposztás étel, őszből lesz egy székelygulyás. Székelykáposzta, bocsánat, birka fagyúval, egy kis kozsalikummal legbolondítva. Meg lesz még egy sütemény, amit elindítunk a versenyen, meg lesz töltött káposzta, meg kolbász. És igazából van egy kis pálinka, de azt csak megisszuk a zsűrivel, elkorgyolgatjuk, azt nem indítjuk a versenyt. Hát ez őszből készül, egy székelykáposzta alternatív birkafagyúval, egy kicsit el lesz az ősz jelleg, a vad jelleg el lesz víve. Meglátjuk, mi lesz belőle. Próbáljuk magunkból a maximumot kihozni. Hány főre? Figyelj, csak nem tudom. 10. 8-10. 8-10 főre. Itt van a kedves barátom, iskolatársam, ő még nagyon hatalmas lézer. Gyere, csak mondd el te is, hogy... Hát, hogy állt a portfólió, hogy... Járunk, csináljuk. Folyamatban van minden. Tanulunk. Hát első háromba. Legalább, reméljük. Bízunk benne, hogy jó sikerül. Általában jó szokott sikerülni. A Motoros és Szabadidő Egyesülettől vagyunk, hagyományos Békés megyei kolbászt készítünk, hagyományos szarvasi recepttel, és hát az igazság az, hogy minden évben itt vagyunk, minden évben jól érezzük magunkat, és egy igazi csapatteremtő program egy számunkra. Töltött káposztával készültek? Igen, majd most fogjuk kihozni, mert előző nap azért rá kell készülnünk. Egy töltött káposztát azért nem lehet két óra alatt megcsinálni, úgyhogy mindjárt fel fogjuk tenni, azt is rotyogni. Olyan 70%-ban kész van, most még az kell, hogy összeérjenek az ízek, és hogy elérje azt a úgynevezett üzemi hőfokot. És akkor ott fogjuk rotyogni akkor fél órát, és akkor az is meg káposztával is, és kolbásszal is fogunk nevezni időt. Milyen eredményt vártok? Hát nálunk az eredmény az másodlagos. A legfontosabb az, hogy jól érezzük magunkat. Minden évben azért jövünk össze. Egy ilyen igazi családi hangulat van nálunk,
Úgyhogy ha nem lenne ez a fesztivál, ez a disznótor, akkor is megrendeznénk valamelyikünknél, mert hogy nálunk az a lényeg, hogy összetartó ereje van ennek a rendezvénynek. És hogyha itt nincs, akkor otthon van. Készítsük a gombócokat. De és van egy nagyon fontos mellékes, amit még nem árulok el, de azt majd meg fogjátok tapasztalni, mert hogy a sertésnek egy igen fontos részét is bele fogjuk főzni, már elő van készítve, ekkora és a lábán található. Füstöl? Természetesen. Nagyon, nagyon sok olyan a főtött káposztában beletesznek. De ebben már van füstölt császárszarona, pici kockákra vágva, benne van a... benne lesz a töltelék. Milyen tepertőzés? Semmi sincs. És akkor tetszik, az nincs. Nem kell nagyon keményre. Akkor szép fogod a főzésre csatlakozni. Fiatalok, a fiatalok jön a jövő. Egyik tölti, a másik úszik. Az ennél gyorsabban. Jöjjön ki Ódába, jó túrós csuszába, kell
mint egy házáról vagyunk, már mindenki ezt tudja, ismernek, nagyon régen visszajáró vendégek. Hát ahogy mind régebb is, nagyon színvonalas rendezvény, sikerült összehozzanak. Bízunk benne, hogy ez a hagyomány tovább is fennmarad, fogják továbbvinni a fiatalok is, mert erre szükség van. Főleg az összetartozás véget, az összekoccanás véget, hogy találkozunk a külhoni magyarokkal, találkozunk az anyaországi magyarokkal, egybevel az egész kárpát-medencei magyarság itt tud találkozni, örvendünk egymásnak, kicsit feltöltődünk, és úgy feltöltve majd megyünk vissza a szürke hétköznapokon. Nagyon fontos egy ilyen nap a város életében, már csak azért is, mert szép napunk van, és ha van mit enni, inni, és jó társaság vagyunk, akkor nincsen más szükség, csak egészségre. Most miután ugye még nincsen járvány, és jól érzünk magunkat, szerintem szép napunk lesz ma. Fontos a város életében, és külön köszönöm a ezüstszörmösségeknek, mert sokat dolgoznak azért, hogy meglegyen már ennyi alkalommal ez a kis ünnepségünk. Ami semmi egyéb, mint hogy egy jó összejövet. És mint mondtam, van mit enni, inni, és hozzájuk vannak jobban. A jó szegyen sokáig így. Szarvason most már nem telik el úgy év, hogy ez a rendezvény ne kerüljön megrendezésre. Szarvasiak nagyon szeretik, és nem csak a szarvasiak, hanem a környező településen élők is, hiszen szép számmal látunk itt vendégként is, vagy akár nevező csapatként is vidéki településre érkezőket. Nagyon jó a hangulat, mint mindig, jó az ismerős arcukkal találkozni, és jó egy picit nem csak a munkával foglalkozni, habár nyilván van munka az ételek elkészítésével, hanem baráti beszélgetésekkel, a helyi ízek, a szarvas ízek megkóstolásával jó az időt eltölteni. Városunk egyik forrását szinte mindenki ismeri, és ki most a baráti körnek segít, forrás sütéssel. Kérlek, áruld el, hogy mivel készültetek, és... Hát először is fogópálinkával versenyezünk, töltött káposztával, sült kolbásszal és disznótoros süteményekkel és savanyúsággal is kiderült, hogy azzal is versenyzünk. Ennyi tudok erről az egészről, most próbálok egy olyan kolbászt sütni, ami meg is van sülve és jó ízű. Óriási puszi mindenkinek. A kérdés az volt, hogy hogy látom az idei főzőversenyt. Hát nagyon kemény. Az a helyzet, hogy pont az Ildivel beszéltük, hogy annyira nagyon jó színvonalú ételek készülnek, hogy most igazán nehéz dolgunk lesz. Mindig ezt szoktuk mondani, de hazudunk. Most viszont eljutottak a csapatok arra a szintre, hogy azt tudom mondani, hogy nehéz tovább lépni, és a zsűrinek mondjuk
20 nagyon jó ételből kell kiválasztania azt a háromat, amelyik a legjobb. Ez így tényleg kevés. Ez van. Gyula városából megspékelve egy kis füstölt csülökkel. Come on!